Fél tíz van, és az udvar tele van, a nagy terem háromnegyedig van, és még el se kezdte a zenekar a zenélést. Tehát nagyon szeretik őket, és azt kell mondjam, hogy ma sem lesz csalódás. Nem is csoda, hiszen már mindenki ki volt éhezve egy kis bulira. A veszélyhelyzet után ez volt az első koncert Bátaszéken, és nem csak a vendégek, de a fellépők is nagyon várták már, hogy színpadra állhassanak. És ha ez még mind nem lett volna elég egy jó hangulatú bulihoz, Kovács Norbi szervező és a Bad Times együttes feltette az íre a pontot, ugyanis meghívott vendégük Rudán Joe volt. Nagyon szívesen elvállaltam. Hát egyrészt Bátaszék mindig a szívügyem volt, még a régi Kóda zenekarom, rengeteget játszottunk itt. Annak idején még a 80-as évek végén, 90-es években inkább. Több helyen itt a műfázban is játszottunk sokat, volt itt egy a régi moziba is játszottunk sokat. Akkor volt itt emeleten volt egy kaszinó nevű, ott is sokat játszottunk. Hát szívesen eljöttem. Mert voltam itt már pont ez itt öltöző volt, itt egy pokolgép együttese is voltam itt már. Szerintem P-Mobila is játszottam itt. Hát szívesen. Még hát most voltunk ugye a tavalyi szeptemberben volt a bátorszéki bornapokon is játszottuk, Attila főtársulattal, itt volt a Varga Miklós, barátommal voltam Kalapács Józsival, Tóth René művésznővel, úgyhogy én nem is tudom, hogy én pécsi vagyok, pontosan Kozár Mistanyi vagyok, tehát pécsi születésű gyerek vagyok én, tehát nekem az Szekszárdi, Csörgetó, tehát meg az a bátorszék, nekem így majdnem, hogy hazai pálya, tehát szívesen jövök Bajára is rendszeresen játszok, úgyhogy itt otthon érzem magam, sok ismerős van. Pontosan ezekre a rendezvényekre abszolút alkalmas, tehát ezekre a 200-300-400 fős rendezvényekre a műfáz, az udvara, mindenki elcsodálkozik azon. Egyébként én nekem itt már két bikini koncertem volt a műfáz udvarában, illetve volt egy nagy retrofesztiválom 6-700 emberrel, tehát gyakorlatilag ez a művelődési ház udvara, én nekem ez egy ilyen szívügyem és szívfájdalmam, hogy nincs itt egy igazi nyári időszakban folyamatosan üzemelő kerthelyiség, ezt ki lehetne használni. És a rendezvénynek abszolút helyt ad. Hát itt vagyunk büfével, ott vagyunk büfével, mindenki jól érzi magát, itt vannak 100 éves hársfák, nem kérdés, hogy abszolút ideális. 2 évvel ezelőtt játszottunk utoljára Bátaszéken, idén pedig, ahogy említettem, az ismertokok miatt sajnos nem tudtunk jönni. Hát egy ilyen sztár vendégem, mint a Joe-val, kedves cimboránkkal fölépünk, ez a zenekarnak is még mindig megtiszteltetés. És reméljük, hogy sokan leszünk, de már úgy látom, hogy gyülekezik az értő közönség. Most azt gondolom, nyilván nagyok a költségek. Tehát ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy ez egy dobókocka. Az 1-től 5-ig dobsz, akkor kipattyantál, hogyha dobsz egy 6-ost, jó idő van, szép idő van, jól áll, tényleg eljönnek a vendégek, jó sikerül a reklám, nagyon fontos, hogy a jó sikerül a reklám, ilyenkor nem tudom, a nagy zászlótól, a kiszólólapig, az újságtól, a Facebook bejegyzésekig ömlik heteken keresztül a reklámozás. Nincs olyan pozíció, nincs olyan szint, hogy azt mondjam, hogy a reklám állj elég. Még most is egy fél órája, hogy megjött a Rudán, csináltam egy képet, hogy we are ready, kész vagyunk, úgyhogy ömlesztjük a reklámját. A zenekar, a Bad Time zenekar az rockzenei klasszikusokat játszik, feldolgozásokat játszunk, már 26 éves volt, ebben az évben 26 éves a zenekar. Bizony, Joe-val is sokat föllépünk, több alkalommal föllépünk, megtisztelt minket eljött a születésnapjainkra, a nagyobbakra, 15-re, 20-ra. És a zenekar, hát a klasszikus magyar és külföldi hard rock szerzeményekből ha lehet úgy mondani, a tetejét játszott, amit mindenki ismer, mindenki szeret, mindenki tud rábulizni. És akkor úgy beszéltük meg, hogy mi most elkezdenénk játszani 9:30-kor a műsorunkat, és 10 órakor jön föl a Joe a színpadra, és a Joe által ismert repertoár darabokat fogja megosztani majd a kedves értőközönséget, a Mobilnak a szerzeményéből, a Dynamit szerzeményéből, P-Box szerzeményekből, Zöld a Bigor és a Fekete ilyen klasszikusokat szeretne elénekelni, és akkor együtt ezeket el fogjuk játszani. Utolsó utazás. Milyen a nálunk a színpadon, újra sorodott a vár. Csillagok
Bátaszék az egy olyan hely, hogy már 20 évvel, 30 évvel ezelőtt is olyan kolónia élt itt, aki rendkívül módon szerette a rockzenét, a metalzenét, ha lehet ezt mondani, a zenének a jobbik felét, és akárhányszor korábban, amikor Joe is játszott a Kódával itt, akkor nagyon sokan voltak, amikor eljönnek ide első vonalbeli zenekarok, az Oszcián, Pokolgép, nagyon sokan voltak, amikor minket elkezdtek hívni, ránk is nagyon sokan eljöttek, és azt mondhatom, hogy itt szerencsés a helyzet, mert nagyon szeretik az élőzenét, és nagyon szeretik a rockzenét, a bátaszékek és a környékiek, mert azért jöttek itt nagyon sokan a Tolna megyéből is, nekünk is vannak itt vendégeink Tengelicről, környékeli Szekszárdról, Dunaszekcsről és Bajáról is, most már láttam arcokat föltűnni. Többször énekeltem, mert tulajdonképpen a legnagyobb buli az a lakodalma volt, mert őket hívtam meg játszani. Hát nem véletlenül, hogy énekeltem velük ott is rengeteget. Hát persze sokkal. Tehát amikor Bajánra elkezdtünk Kódába játszani, ők abban az időben alakultak. Én szerintem a Kóda ötlete alapján, az volt szerintem az indító lökést az adta meg szerintem nekik. Még a régi felállásból ugye voltak az akkori barátaim, ő már csak a Gyuka maradt abban a régi első felállásból, az énekes barátom. És hát persze, elég sok közös pont van a repertoárban is, tehát nyilván azért is vállaltam el, mert olyan dalokat is játszak, amiket én is énekeltem ugye az elmúlt 30-40 évben, tehát nagyon szívesen vagyok itt nálatok. Az egy család, tehát azt tudni kell, hogy a rockzene az egy család, és tényleg az van, hogy itt az ember itt áll a pultnál, és akkor csak kettesével jönnek pusziszkodni, ezer éves barátok, úgyhogy mindenképpen úgy kezeltek a Bad Time zenekar részéről is, hogy most hazamegyünk.